Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivan Natura televíziót láthatnak. Más hang szeretett társalgás adássorozatunkban Fekete Katát köszöntöm a stúdióba újra. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és akik nem látták az előző felvételt, abban egy csodálatos megtapasztalást lehetővé tevő meditációs vezetés, nem is tudom, minek nevezem, nem akarom nagyon semminek nevezni, de akinek van kedve, az nézze meg, mielőtt ezt a beszélgetést megnézi, és tapasztalja meg maga is azt, hogy kik vagyunk mi valójában, illetve, hogy kiknek hisszük, képzeljük magunkat valójában. És neked van több meditációd is, csodálatos meditációkat hallottam nálad, egész elképesztő dolgokat, olyanokat, amik mattot adnak az elmének. Tehát abban marad a gondolkodás, olyan információkat tudsz átadni, ami nem ad több lehetőséget, kiskaput, magyarázatokra, gondolatokra, formákra, lehet, hogy ki kell dobni az összes tanítást, ami így automatikusan megy bennünk, egy keresési folyamatnak lesz vége, amikor valaki téged hallgat, és azon az első kérdésem, hogy egy picit te mesélj arról, hogy te veled mi történt, hogyan jutottál el ide, nem kell hosszasan, nyilván nem is ez a lényeg, de hogyha valaki hasonló úton jár, mint te, az nagyjából el tudja helyezni magát ebben a folyamatnak látszó dologban, amit itt a földi életünkben élünk most meg. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. És most feladtad nekem a leckét. Hát amikor azt mondod, hogy beszéljek arról, hogy velem mi történt, akkor bennem az merül fel, hogy kivel velem mi történt, mert az, aminek tapasztalom önmagamat, az, azzal nem történik semmi. Az, amik vagyunk, ami én vagyok, és aminek tapasztalom magamat, az ugyanaz, mint ami te vagy. Ugyanaz a tudatosság, ugyanaz a tér, ami nem más. Sem a tiéd nem más a te tudatosságod, nem más az én tudatosságom. Ez ugyanaz a tudatosság, ugyanaz a tér. És ha megnézed magadban, hogy ne csak én mondjam neked, hanem te is lásd, hogy mi az a tudatosság benned, akkor azt találod, hogy ez a tudatosság, ez nem csinál semmit. Ezzel nem történik semmi. Erről nem lehet történetet mondani, mert nincs múltja. Nincs neki jövője, de még jelenje sincsen, egyszerűen csak. Az, ami vagyok, és ami te vagy, tudatában van most ennek a pillanatnak. És ennyi. Ennyi történik. Azért nem úszod meg ennyire könnyen. Mert induljunk el ebből a káprázatból akkor, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a gyönyörű, változatlan, állandó, folyékony tudatosság, amiben megjelenünk te valamiféle csodálatos formaként, és mondjuk így egy életként, vagy egy látható, hallható, mások által érzékelhető, akár ugye elkülönülten is érzékelhető valamiként, és mi végre van ez itt szerinted? Tehát, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű egy tudatosságban, vagy tudatosságként jelen végtelen formában, és mit játszunk itt mi?
szerinted? Mit mond az önvaló erről? Mond-e valamit az önvaló erről? Minden szót az önvaló mond, és nincs véleménye, nincs célja, nincs oka, csak vansága van, és ezt tapasztaljuk minden pillanatban, ezt a vanságot, és ez a vanság az, amit úgy hívunk, hogy élet, és emögött a vanság mögött van az, amit úgy hívunk, hogy abszolút tudatosság. És ennek az egysége az, amiről mi most beszélgetünk. És mi is volt a kérdésed? Mert abban a pillanatban, hogy ezt végigmondtam, már eltűnt belőlem a kérdés maga. Az a kérdés, hogy miért van az vajon, hogy látszólagosan megfeledkezünk erről a terességről, erről a tiszta vanságról, ami egyébként egy ilyen nagyon szeretett, teljes, nem egy üres, kiüresedett tudatról van szó, hanem egy végtelenül telt, tényleg egy fantasztikus, mondjuk így, hogy a szeretethez hasonló érzettel telt dolog, vagy nem dolog. Köszönöm, meg vagyok. És hogy mégis ebben felbukkanunk itt ennyien, és most azt le kell, hogy állítsalak, bocsánat. Nem szeretethez hasonló, hanem ez a szeretet. És nem egyszerűen nem üresség, hanem nem tudom, hogy fogalmaztál, hanem valamilyenség, hanem az üresség maga a teljesség. Ez az elmének sakmat, és az elme nem fog velem egyet érteni, reménytelenül, de az elme szerint az üresség az üres. És az nem lehet szeretet, mert a szeretet az elme szerint az valami, és valamilyen. Holott a szeretet az a nem valamilyen, hanem a meghatározhatatlan. Másképp nem lehetne feltétel nélküli. Feltételes formája lehet a szeretetnek, és meghatározható lehet, de nem lehet feltétel nélküli és meghatározható. Azaz az üresség maga a feltétel nélküli szeretet, és maga a teljesség. Ezért nem egyezik meg az elme fogalmával az ürességről, és nem egyezik meg azzal az elképzeléssel sem, hogy az valamilyen. Sem az üresség nem valamilyen, sem a feltétel nélküli szeretet nem valamilyen. És az a játék, amit kérdeztél, hogy ami zajlik, ami most is tapasztalható, a felszínnek az áramlása, a folyékonysága, az állandóság mozdulatlanságában, az ürességben, ez így teljes a mozdulatlan a mozdulóval, a mozdulatlan az áramlóval, a változatlan a változóval teljes, és a forma nélküli a formával teljes ezáltal. Ezért, ha egyáltalán bármilyen okot kéne arra mondani, hogy miért van ez itt, és miért vagyunk mi itt, és miért van mondjuk ego, vagy miért van illúzió, vagy miért hisszük azt, hogy itt van valami, akkor ezért, mert ez a teljességnek a kifejeződése. A feltétel nélküli szeretet nem magába roskattan ül a saját ürességében, nem csinálva semmit, most csak az érthetőség kedvéért fogalmazok így, mert nem így van, hanem úgymond azért van itt, hogy kifejeződjön, hogy megmutassa magát, hogy mi az, hogy szeretet, és hogy a szeretet hányféle formában tud megjelenni. Hányféleképpen lehet meghatározható, noha az eredeti feltétel nélküli szeretet meghatározhatatlan, de hány formában tud úgy megjelenni, hogy meghatározható legyen. És mi mindent tud alkotni, teremteni, láthatóvá tenni, hallhatóvá tenni, szagolhatóvá, ízlelhetővé, élhetővé tenni, ezt tapasztaljuk. És még a közutálatnak örvendő ego is ennek a játéknak a része. Noha nagyon meg akarunk tőle szabadulni, és nagyon utáljuk, hogyha itt van, még jobban utáljuk, ha még rá is jövünk, hogy tapasztaljuk,
De ez is ennek a része, ennek a játéknak a része, mert a szeretet jelenik meg egóként, a szeretet jelenik meg illúzióként, az üresség jelenik meg, nem üresként, valamiként, valamilyenként, és önmagában véve ez önmaga célja. Nincs másik célja, ami más lenne, mint önmaga, hanem önmaga az önmaga célja. Önmaga kedvére fejeződik ki, ezért ha ezt okozat szempontjából nézem, akkor önmaga okozza önmagát egyszerre, azonos időben. Ezért az, hogy van oka, ezen a ponton megegyezik azzal, hogy nincs oka, mivel hogy önmaga az oka és az okozata annak, hogy megjelenik. Önmaga számára jelenik meg, felbukkan, eltűnik, folyékonnyá válik, azért, hogy kifejeződjön. És úgy teljes, hogy ez is benne van a végtelenben. Nem hiányzik a teljességből az a rész, hogy a szeretet fejeződjön ki, és ne magába roskadtan üldögéljen az üresség végtelen sarkában, egy sötétben, hanem fejeződjön ki, mutassa meg önmagát, és mutassa meg, hogy hányféle formája lehetséges a szeretetnek. Hányféle megnyilvánulása, és ezt nem valaki másnak mutatja meg, hanem önmagának mutatja meg. A szeretet szereti a szeretetet azáltal, hogy megmutatja önmagának. Önmaga különböző formájú kifejeződéseit, és örül neki, és gyönyörködik benne, és tetszik neki, és csodálja, és bámulja, és nagyszerűnek látja, és tökéletesnek. A legtökéletlenebb, a legcsúnyább, a legrondább, a leggonoszabb, a legrosszabb helyzetet, a legnagyobb szomorúságot, a legutáltabb egót, a bánatos bánatot, mindent. Az, amik vagyunk, az a szeretet, nem ítéli meg ezeket a tapasztalatokat, hanem önmaga kifejeződéseként gyönyörködik benne, és látja benne a szeretetet. Nem utálatnak látja a bánatot, vagy az egót, utánivalónak, hanem szeretetnek látja. Az utálatot is szeretetnek látja, a gyűlöletet is szeretetnek látja, és még az is belefér ebbe a végtelenbe. Amikor az előző meditációban a segítségeden keresztül megtapasztalódik, hogy kik vagyunk valójában, akkor az itt így teljesen így is van. Tehát ott nincs kérdés, nincs gondolkodás, hanem végtelen béke és nyugalom van. Na most azért ezt nem sokan tudják, illetve ezen a felszínen, ahogy mocorgunk, ott annyira elfoglaltan megy a játék, hogy egy rengeteg gondolat mellett az az egy gondolat hiányzik, hogy ugye mi történik itt a mélyben, mi ez a valódi tudat, ami szeretetként játszik rajtunk keresztül, illetve most hát elkülönítettem ezt a szeretetet a játékosoktól, mondjuk így. És a legtöbb észrevétel, a legtöbb kérés, a legtöbb belső törekvés, amit mi kapunk jelzésként, az az, hogy nézzünk már körül, itt a felszínen, mert itt minden van, csak szeretet nincs. Ha én azt mondom, hogy de, mert tapasztald meg, akkor azt mondja, hogy de, ez egy nagy szenvedés az egész, és én ne akarjak a szeretet mögé, vagy a szeretet beöltözve elbújni, vagy a szeretet köntösbe tetszelegni, amikor nézem meg, hogy itt mindenki szenved. És akkor még egy picit tovább vezetem ezt, hogy ezek a szenvedő lények most, itt nézzük a jelen pillanat történését megfigyelve, rátalálnak Fekete Katára egy Zio nevezetű, mondjuk így, oldalon, ahol te megfogod őket, és megmutatod nekem, amit a meditációk megmutattál, hogy
Te nem ez a játékos vagy. Nem ez vagy, illetve nem ekként vagy valódi. És ebbe segíts egy picit. Nekem ebbe három dolgot mondtam, ugye mi van, ami nem szeretet. Nem szeretetként éljük meg azt, ami egyébként azt mondjuk szeretet. A második, mi van ezzel a szenvedéssel. És a harmadik, ez aki akar megszabadulni ettől. Ez a három dolog ugyanaz. És azért szenvedünk, mert az életet úgy véljük megtapasztalni, hangsúlyozom, véljük megtapasztalni, hogy abból hiányzik valamilyen módon vagy formában a szeretet, és helyette nem szerethető dolgokat kell tapasztalni, ki tudja milyen okból. És nyilvánvaló, hogyha elhisszük, hogy ezt tapasztaljuk, és érezzük ennek a szenvedését, akkor értelemszerűen meg akarunk tőle szabadulni. És hát ez teljesen természetes, ki ne akarna megszabadulni a szenvedéstől. És csak hogy tágítsuk a kört, az emberek többsége azt sem rakja össze, hogy a nem szeretetnek a tapasztalásában él éppen, és azt sem rakja össze, hogy azért szenved, mert valahol a megéléseinek a mélyén valamilyen nem szeretett jellegű dolog van, és mindenféle másnak tulajdonítja a szenvedését. És hogy azt mondja, hogy de én azért szenvedek, mert van egy gonosz szomszédom, én meg azért szenvedek, mert a munkahelyem az szörnyű, én meg azért szenvedek, mert a politikusok ilyenek vagy olyanok, én meg azért szenvedek, mert rossz idő van, és nyaralni szeretnék menni, én meg azért szenvedek, mert nincs elég pénzem, vagy akármi. És ha megnézzük ezeket a tapasztalatokat, akkor mindegyik visszavezethető oda, hogy tulajdonképpen ez a szenvedés, de ehhez már tudatosnak kell lenni, nem elmével tudod visszavezetni, csak szólok, aki vissza akarná vezetni, de ha megpróbáljuk tudatosan visszavezetni, félretélve az elménk játékát, akkor mindig azt találjuk, hogy van mögötte valamilyen nem szeretettség, valami, amiről úgy hisszük, hogy valamiféle szeretet hiányunk van, valamilyen hiány van bennünk, valamilyen módon el vagyunk utasítva, valamilyen módon nem érdemeltünk meg valamit, valamilyen módon értéktelenek vagyunk, kisebb rendűek, kevesek, nem elég jók, és valamiféle hiába való küzdelmet folytatunk, amikor ugye meg akarunk ettől az egésztől szabadulni, és valahogyan nem értjük, hogy hogy lehet ebből kilábalni, ebből az egészből. Azért nem értjük, és addig nem tudunk kilábalni belőle, amíg meg nem látjuk, hogy az egész mögött van egy ilyen nem szeretettség. Most ugye itt jön az, amiről beszéltünk, hogy a szeretet fogalma nem azonos a feltétel nélküli szeretettel, és lehet, hogy valaki, aki nagyon szenved, a munkahelye, a betegsége, az akármi kapcsán, ő azt hiszi, hogy szeretetügyileg rendben van, hiszen mondjuk van egy szerető családja, szerető gyerekei, stb., és akkor ő úgy hiszi, hogy a szeretettel neki nem kell foglalkoznia, neki csak azzal kell foglalkozni, hogy miért rossz a munkahelye, vagy a szomszédja, vagy a valaki. És közben valójában ezek mögött mind ott van az, hogy bár ő azt hiszi, hogy szeretetügyileg rendben van, de még sincs rendben szeretetügyileg, ha rendben lenne, nem szenvedne. Ha a szeretet valódi, akkor ott írmagja sem marad a szenvedésnek. Nincs félelem, nincs fájdalom abban az értelemben, ahogy a pszichén generálja a fájdalmat. Nincs bánat, nincs szomorúság a megszokott értelmében, más formájában van, de az már nem olyan. A szeretet átitatja, a feltétel nélküli szeretet átitatja az összes tapasztalást, és ha valóban jelen van a feltétel nélküli szeretet, akkor a főnök sem tud olyan szörnyű lenni, se a szomszéd, se a munkahely, se a betegség, se semmi nem tud, nem tudjuk szenvedésnek tapasztalni azt, amit tapasztalunk. Hanem elkezdjük meglátni a szeretet szemével az életet, ami gyönyörködik az életben, és szereti az életet, és örül neki,
nem pedig szenved tőle. Addig szenvedünk a szeretet hiánytól, amíg a szeretet hiány jelen van, és még jobban szenvedünk, ha azt hiszük, hogy ez nem a szeretet hiány, mert a szeretet nálam rendben van, de valójában valami eltakarja, hogy a gyökerében ott van a szeretet hiány. Ugyanis, hogyha nem tudjuk, kik vagyunk, akkor nem ismerjük a feltétel nélküli szeretetet, fogalmunk nincs róla, hogy mi a valódi szeretet, de hinni azt hihetjük, hogy van róla fogalmunk, és tudjuk, mi a szeretet, és akkor ezzel eltakarjuk az egésznek a mélységét, ahogy kérdezted, és marad a felszín, és ha csak a felszínen mozgunk, és a felszínen próbáljuk megoldani a mi kis gondjainkat, akkor nem tudjuk úgy megoldani, hogy a szenvedés ne folytatódna. Akkor borítékolható, hogy az egyik helyen megoldjuk a problémát, és jön a másik helyen a probléma. Mint hogyha megörült volna a probléma, hogy jaj, de jó, az kész van, akkor jöhetek egy következő formában, és akkor a végtelenségig ismétlődik, probléma, baj, egy kis trauma, egy kis rossz, néha egy kicsit levegőt veszünk, és jól érezzük magunkat, de aztán az eltűnik, mert jön a szokásos mókuskerék vissza. És az egész mögött ez van, hogy nem tudjuk megélni a valódi önmagunkat, ami a mélysége ennek az emberi életnek, az emberi létállapotnak, és ha nincs ott a mélység, akkor hiányzik belőle a feltétel nélküli szeretet, és kifejezetten és hangsúlyozottan a feltétel nélküliség, és maradnak a feltételek, a feltételesség, és akkor küzdhetünk, és nehéz, és baj, és probléma, és szenvedés. És ez hiányzik belőle tulajdonképpen, és ameddig hiányzik, addig természetes módon generálja a szenvedést, ugyanis ha nem generálná a szenvedést, akkor nem tudnánk visszatérni a valódi önmagunkhoz, hanem úgy akkor úgy ellennénk a kényelmes, komfortos, sárban dagonyázós melegvízben, és akkor nem akarnánk megtalálni önmagunkat. De ha szenvedünk, akkor nyilván addig fogunk menni a megoldás után, ameddig rá nem jövünk, hogy nem a felszínen kell keresni a megoldást, hanem valahol magunkban. És hogyha magunkban megtaláljuk, akkor érdekes módon a felszínen az életünk megváltozik, és elkezdjük tudni jól megélni azt a felszíni életet, és elkezdjük tudni élvezni, és örülni neki, és szeretni, és meglátni minden csodáját, és minden jóságát, miközben nem kellett se jó emberré válnunk, se megfelelnünk, se megérdemelnünk, se hiper-szuper valamivé átalakulnunk, semmivé, egyszerűen csak felfedezzük és felismerjük önmagunkat. És ahogyan ez történik, ez a folyamat, mert ez folyamat, a tudatosságunkban mélyülünk, és mivel a tudatosságunkban mélyülünk, ezért úgymond emelkedik az emberi létünknek a rezgése. És ahogy ez történik, az emberi lét rezgése emelkedik, a felszínen más tapasztalásokat vonz magához. A teljes élet tapasztalása úgymond pozitív irányba mozdul el, attól, ahogy mélyül a saját tudatosságában az ember. És ahogy elkezdi megérezni ezt az összefüggést, hogy nem a felszínen kell megoldani, nyilván ott is tenni kell a dolgunkat, meg el kell menni, ahova el kell menni, meg kell tanulni, amit meg kell tanulni, de közben ott a mélység, ahogy elkezdjük megnézni, mi ez a tudat, mi ez az én, mit nem tudok én saját magamról, hogy elkezdjük megnézni, és elkezdjük felismerni az összefüggést, hogy de érdekes, ahogy egyre jobban látom és érzem, hogy én ez a tudat vagyok, ez a tágasság, ez a tér, ami az egészet magában foglalja, ahogy megérezzük, észrevesszük, hogy de fura, az életünk elkezd jóra fordulni. Elkezdjük észrevenni, hogy ami korábban valamilyen negatív eredménnyel járt, ugyanaz a dolog előfordul, és most pozitív eredménnyel jár, noha nem csináltunk semmit. Nem tettünk érte semmit, nem küzdöttünk, nem mentünk át nehézségeken, és egyszer csak puff, varázsütésre máshogy alakulnak a dolgok.
És hogy megérezzük ezt az összefüggést, elkezdünk lelkesek lenni a saját tudatosságunk iránt, és tulajdonképpen ez a motorja annak, hogy mélyüljünk a saját tudatosságunkban, mert egyre jobbak a tapasztalataink az úgynevezett külvilágban. Ez ösztönöz, hogy na akkor nézzük még jobban, mi ez a de fura, milyen érdekes összefüggések vannak, és hogy mélyülünk, javul az életünk, egészen odáig javul, hogy egyszer csak meglátjuk, hogy már mindegy, hogy az életünkben mit tapasztalunk, már mindegy, hogy az egy jó tapasztalat, rossz tapasztalat, csúnya, szép, gonosz, utálatos, bármilyen, teljesen mindegy. Egyszer csak annyira elmélyülünk önmagunkban, ebben a tudatosságban, hogy megjelenik ennek az a fajta érzete, amit szóval feltétel nélküli szeretetnek tudunk nevezni, de nem, ez a szó nem tudja visszaadni a tapasztalatot magát. És hogy ezt elkezdjük megérezni, onnantól fogva örökké a feltétel nélküli szeretet csapdájába kerülünk, és soha többet nem akarunk innen sehová kimenni, és soha többet nem akarunk semmi más, csak ebben tovább mélyülni, és innentől kezdve nem számít, hogy mi van a világban, mármint pozitív értelemben nem számít, nem érdektelenné válunk, vagy felelőtlenné, vagy irracionálissá, vagy barlangban elvonuló, egész nap meditálóvá válunk, hanem igazából tud élődni az életünk, miközben egyre mélyebben húz be minket, mint egy ilyen gravitációs erő, húz be minket a feltétel nélküli szeretet, és egyre jobban látjuk, hogy hiszen ez a feltétel nélküli szeretet, ami húz befelé, még mélyebbre, és egészen addig húz befelé, ameddig teljesen el nem tudjuk fogadni az élet összes tapasztalását, mindenféle ellenvetés nélkül. Már nem fogjuk azt mondani a legerőszakosabb emberre se, hogy fú, micsoda ember, jaj, kifut belőlünk a megítélés, és képesek vagyunk ugyanúgy szeretni egy erőszaktevőt, mint egy bármilyen áldozatot, mert nincs különbség. Mind a kettő a feltétel nélküli szeretet szülötte, és mind a két szerepet a feltétel nélküli szeretet játsza. És ameddig elméből nézzük, vagy valaki ezt elméből hallgatja, azt mondja rám, hogy ez bolond, de semmi baj nincsen, hát ez meg kell érni, hogy valaki képes legyen ezt így tapasztalva látni, hogy nincs különbség, és még mindig mélyül tovább a tudat, a tudatban mélyül, a szeretet, a szeretetben mélyül, és egyre mélyebb szintekről nézi ezt a felszíni világot, az életet, vagy az életnek ezt a megnyilvánulása, és egyszer csak eljut odáig ez a nevezzük folyamat, ameddig el nem tűnik teljesen az a bizonyos én, amit úgy nevezünk, hogy ego, vagy a hamis én, vagy hamis én képzete, és ezt nem egy személy viszi végbe ezt a folyamatot, nem egy ego csinálja végig, nem egy ember csinálja végig, nem a test csinálja végig, nem az elme csinálja végig, a tudat. Ez a tudatnak a önmagán belüli áramlása. Ez húzza magába az áramló tudatot, a mozdulatlan tudatba húzza, és egyszer csak eltünteti ezt a hamis én képzetet, és marad az éntelen én, a személytelen én, a totális én, az abszolút tudat létnek a teljes egysége, ahol nincsen egy közbeiktatott elem, egy különálló én, egy középpont, hanem az egész egyben van, és arra sincs szükség, hogy valaki ezt megvárja, vagy valaki ezt célnak tűzze ki, és egész életében arra várjon, hogy jaj, hát mikor szakítom már át ezt a célszalagot, és mikor érkezek már el arra a pontra, amikor ez a kettő összeér, és eltűnik az énem, mert ha várunk rá, akkor soha nem következik be, mert akkor a várakozás terem. Ellenben, ha nem várunk rá, hanem elfogadjuk úgy, ahogy van a tapasztalásunkat, és azzal foglalkozunk, hogy tudatosítjuk a saját tudatosságunkat,
És azzal foglalkozunk, hogy azt nézegessük, és abban mélyüljünk, és azt ismerjük meg, hogy az micsoda, az hogy működik, az hogy jelenik meg formában, az hogy tükröződik vissza az élet által, akkor egyszer csak magától megtörténik. Bármi mással foglalkozunk, akkor az blokkolja ezt az egészet. Egyedül az nem blokkolja, hogyha azzal vagyunk elfoglalva, hogy hogyan van ez a tudatosság, hogyan foglal mindent magába, hogyan szerethet a feltétel nélküli szeretet egy gonosz embert, egy erőszakos embert, vagy bármi. És nem azért, mert úgy gondolta, hogy jó, akkor ezentúl megtanulom, és szeretni fogom az erőszakos embereket, hanem valóban szívből szereti, gondolkodás nélkül. És hogy az hogy lehet? Csak és kizárólag úgy, hogy mélyül az a tudatosság a tudatosságban, a szeretet a szeretetben, és egy bizonyos szintje alatt, hogy így mondjam, egy bizonyos mélységben ez automatikusan magától így van. Fölötte nem így van. És fölötte hiába erőlködünk, hogy jó, akkor megpróbálom szeretni, nem megy, és az normális. Mélyülni kell ahhoz önmagunkban, hogy képesek legyünk szeretni a legrosszabb helyzeteket is, a legnagyobb bajt is, és ne érezzük a bajt bajnak, a problémát problémának, a fájdalmat fájdalomnak, és a többi. Ehhez mélység kell, nem felszín. Említetted, hogy nem zavar már a világ, és alapvetően nem azzal foglalkozik már innen az önvaló, hogy megváltoztassa a világot, hogy felébressze az embereket, öntudatukra ébressze, hanem mi történik ilyenkor? Tehát mi történik? A világra való hatása mi? Annak, hogy ha valaki nem a személy, elkülönült személy testelme formát választja, akár tudatosan is, minden szenvedésével, mert szereti, mert eligazodik benne, mert megtanult így élni, hanem igenis, amit mondtál, hogy tartja annyira értékesnek, szentségnek saját maga és mások életét, hogy megvizsgálja ezt, hogy ő kicsoda valójában, de hogyan hat ez vissza a világra, hogy ne érezzük azért annyira azt, hogy amit mondtál, hogy felelőtlenség, hogy elfordulás van a világtól, elfordulunk az embertársainktól, megengedjük nekik, úgy szenvedjenek, ahogy akarnak, és olyan élhetetlen közös világot teremtsenek, amiben lehet, hogy mi sem fogunk annyira jól lenni. Az önvalóban mélyülés az nem a világtól elfordulás, hanem a világ felé fordulás, és ez egy paradoxon. Ugyanis mi közben rájövünk arra, hogy nincs szükségünk a világ dolgaira, nincs szükségünk rá, hogy mindig csupa jó dolog történjen velünk, vagy soha ne lássunk egy embert szenvedni, az szükség tűnik el belőle, és a hajsza a pozitív élmények után eltűnik belőle, az élvezet iránti, a földi élvezet iránti hajsza eltűnik belőle, ellenben a totális felelősség megjelenik benne a világért, azaz paradox módon nem az történik, hogy jó, hát engem nem érdekel a világ, mindenki szenvedjen, ahogy akar, hanem paradox módon az történik, hogy de igenis rá akarja ébreszteni az önvaló a többi embert a saját önvalóságára, nem cserben hagyja őket, nem azt mondja, hogy szenvedjetek nyugodtan, mert én úgyse szenvedek, és jaj, de jól érzem magam, ti meg nyugodtan, hát akkor, hát ha én jól érzem magam, akkor ti nyugodtan szenvedjetek, semmi baj, majd rájöttök, hogy nektek se kell, nem, hanem inkább felelősséget vállal, de ez a felelősség nem elmével felfogható felelősség, ez megint nem egyezik meg az elme szerinti felelősség fogalommal, mert ez nem az a fajta felelősség, az egységből és együttérzésből származó automatikus segítség, tett, szolgálat, de nem motiválja olyan motiváció, hogy
segítek neki, mert ő a szenvedő, aki segítségre szorul, és majd én segítő jól megmutatom, hogy én milyen király vagyok, mert én képes vagyok rajta segíteni, nem ez az egónak a segítsége. Ebben a segítségben nincs benne az a szándék, hogy nekem egy rászorulón kell segítenem, mert neki szüksége van rá, nincs benne, és ezt elmével nem biztos, hogy föl lehet fogni. Nincsen benne sem ez a szándék, sem az nincs benne, hogy rászorulónak látom, sem az nincs benne, hogy segítségre szorulónak látom, sem az nincs benne, jaj, szegény, szenvedés, sajnálom, és akkor segítek rajta. Nincs ilyen motiváció. Egy végtelen együttérzés van benne, ahogy érzem, hogy mit érez. Noha tudom, hogy nem ez az igazi érzése, nem ennek kéne hinnie, és nem ennek mentén kéne élni az életét, és nem ez a valódi igazsága, de látom, hogy az ő relatív igazsága pillanatnyilag a szenvedés, és mivel érzem, hogy mit érez, ennek van egy ilyen elképesztő együttérzése, hogy igen, én nem szenvedek, én tudom, mi az a feltétel nélküli szeretet, és én nem én szenvedek, de az ő szenvedése az én szenvedésem. És ha érzem, hogy ő szenved, akkor az az én szenvedésem. Uh-huh. És ennek van egy ilyen együttérzése, ami szavakba önthetetlen, mert elméből nem lehet elképzelni, hogy lehet érezni a valakinek a szenvedését, hogyha valaki meg feltétel nélküli szeretetként van jelen. És úgy, ahogy láttad a múltkori Zión, amikor a nem szeretetet élesben tapasztaltuk a Lacinál, hogy egyben volt a nem szeretet és a feltétel nélküli szeretet tapasztalása egyszerre azonnal, és ez egy totál megfoghatatlan valami, egység, és ez az egység egyébként, ahol minden egyben van, jó-rossz, teljesen egy, azonnal, valós időben, tökéletesen egy, nem lehet szétszedni, hogy ez itt a nem szeretem, ez itt a szeretem, egy az egész. Nem tudod kiszedni, hogy ez itt a szenvedés, ez meg itt én vagyok, aki nem szenved, mert ez az egész egyben van. És egyszerre tapasztalom a végtelen feltétel nélküli szeretetet benne a szenvedéssel, és nem tudom kettészedni, hogy ez két érzés legyen, vagy először érezzem a szenvedését, és utána úgy döntsek, hogy segítek, és akkor megvizsgáljam magam, hogy jó, én szeretet vagyok, jó, akkor dönthetek úgy, hogy segítek. Nincs benne folyamat, hanem azonnal van, ahogy érzem a szenvedését. Nem kérdés, hogy az, ami érzékeli, az feltétel nélküli szeretet, és az egyben van, és még csak az sincs benne, hogy jó, szenved, és akkor kitalálom, hogy jó, akkor hogyan segítsek rajta, hanem egyből reagál a létezés, egyből reagál arra magával a együttérzéssel, egy időben reagál rá. Ahogy van együttérzés, ahogy megjelenik az ő szenvedése a feltétel nélküliség szeretet terében, abban a pillanatban, azzal együtt és egyszerre már történik a cselekvés, ami ennek a reakciója, de nincsen időkülönbség a reakció és a szenvedésnek a látványa között, hanem egyben van teljesen, és megtörténik a cselekvés, és nincs rajta gondolkodás, hogy de ügyes voltam, hú, de jól tudtam segíteni. Na hát, milyen hálás lehet nekem ez a szenvedő, hogy ezt megoldottam. Nincs benne ilyen annyira magától értetődő és természetes, hogy történik, és utána visszatér az egész az ürességbe, a feltétel nélküli szeretetbe, és a békébe, és érzem, ahogy eltűnt onnan a szenvedés. És az furán hangzik, de olyan, mintha a teljesség, ami önmagától mindig teljes, mintha ilyenkor egy pluszt kapna, mintha még teljesebb lenne, vagy még örömtelibb lenne, mert az valami még meghatározhatatlanabb, még a feltétel nélküli szeretethez képest is, hogy milyen az, amikor ebből az együttérzésből megszületik az, ahogy ott megszűnik a szenvedés, és itt noha az egész egy, de mintha itt érezném, hogy ott megszűnt a szenvedés, és az egész egyben van,
És az ilyen elképesztő extázis, amikor érzékelődik, hogy ott megszűnt a szenvedés. Noha, tulajdonképpen tudom, hogy senki soha nem szenvedett, és soha semmi és semmi nem történt, és sem fog történni. És mégis úgy tűnik, hogy igen, és mégis lejátszódik az egész az élet nevű folyamatban, és mégis olyan, mintha a teljesség még egy extra plusz bónuszt tudna megtapasztalni ezáltal. Úgyhogy szó nincs arról, hogy cserben hagyja a létezés a szerencsétlen szenvedőt, és azt mondja, hogy te szenvedjél nyugodtan. Mert az egység azt jelenti, hogy érzem, amit érzel. Látom, amit látsz, hallom, amit hallasz, és szenvedek attól, hogyha te szenvedsz. De ez a szenvedés már nem olyan, mint amikor én személyként tapasztaltam a szenvedést, ez teljesen más, mert ez együttérzés, és én nem szenvedek attól, hogy tapasztalom a szenvedést többé, mert a feltétel nélküli szeretet mélysége öleli át azt a szenvedést. Nem a szenvedés találkozik a szenvedéssel, hanem a szeretettel találkozik. És mi történik? Már kétszer is kimondtuk ezt az éjjó rejtélyes kifejezést, hogy erről kérlek mondjál valamit, hiszen hogyha valaki most megérzékeli azt, hogy ki ő valójában, akkor úgy fejeztük be a meditációt, hogy nem elég, ha egy személyiként van egy fantasztikus élménye, amit hozzá köt, és újra akarja élni, mert azt hiszi, hogy ahhoz, hogy ő az lehessen, aki valójában, vagy ez a tiszta tudatként lehessen jelen, ahhoz mindig meditálnia kell, ahhoz el kell mennie egy zéjóra, vagy el kell olvasni a 100 könyvet, vagy el kell vonulni a barlangba, vagy bármi, hogy mégis mi az, ami ott történik, hogyha valaki elmegy hozzád, és nem csak így egy újabb tévéadás, egy újabb videót is meg kell nézzek ahhoz, hogy én egy kicsit jobban érezzem magam, egy kicsit kevésbé érezzem a saját szenvedésemet, majd holnap folytatom a szenvedést tovább, hogy mi történik ott, és hát ugye egyáltalán erről mondjál valamit, amit úgy gondolod, hogy lehet. Ahogy említettem, mivel nem tudjuk, hogy mi a végcél, ugye nem tudjuk, amíg személynek hisszük magunkat, addig nem tudjuk, és nem is tudhatjuk, hogy mit jelent, és milyen tapasztalás, és milyen lehet elképzelni, milyen lehet tudni és ismerni azt a pillanatot, amikor az én eltűnik az éntelen énben, az ürességben, a feltétel nélküli szeretetben, és tapasztalja a feltétel nélküli szeretetet. Ugye nem tudjuk, úgymond, mi a végcél. És sehogy nem is tudhatjuk meg. Ezért egyetlen dologra hagyatkozhatunk, arra, amit pillanatnyilag tapasztalunk, és arra, hogy amennyi információ rendelkezésünkre áll ebben a pillanatban, a lehető legjobban felhasználjuk arra, hogy a saját tudatosságunkban tudjunk mélyülni. Ennyi az össze, amit tehetünk. Máskülönben abba a csapdába kerülnénk, hogy keressük azt a bizonyos célt, és soha nem találjuk, és nagyon várjuk, hogy odaérjünk, de sosem sikerül. Azért ezt el kell engedni. És arra kell fókuszálni, ami van, a jelenlétre. A jelenlét, ahogy jelen van, pont azzal a tapasztalással, ami éppen most tapasztalódik. De mivel most úgy tapasztaljuk a jelenlétet, ahogyan az elménk szűrőjén keresztül látszik, ezért nem látjuk tisztán, hogy most mi is van tulajdonképpen. És ilyenkor igenis kell a segítség, ugyanis mi történik, hogyha én leülök egyedül magamba, hogy jó, akkor most jelenlétet fogok tapasztalni, és most nagyon most leszek, és nagyon jelen leszek, akkor mi történik? Jelen vagyok, ahogy az saját elmében körbe-körbe rohangálok, mint egy szobában, és nem nyitom ki soha az ajtót, hogy kimenjek, hanem oda-vissza futok, nagyon elfáradok, nagyon beidegesedek, nagyon nehéz, nagyon küzdelmes, mert egy szobában rohangálok oda-vissza. Ez az elme. És ha egyedül vagyok, és magamra vagyok hagyva, ugye még azt hiszem, hogy én egy személy vagyok ebben a testben, és itt ülök egyedül, magamra hagyva,
a neten azzal az elképzeléssel, hogy majd én megoldom, akkor csak az elmémben rohangálok oda-vissza, mert senki nem tud szólni, hogy figyelj, te oda-vissza rohangálsz ebben az elmében. Nem akarsz kijönni? Nézd, itt az ajtó, gyere ki! És erre van szükség a legtöbb embernek, hogy tudja, hogy hol az ajtó, ami kifelé vezet az elméjéből, hova kell kimenni, egyáltalán ki lehet menni. Nem muszáj oda-vissza rohangálni az elmében. És az, hogy valaki meg akar világosodni, ez egy tévhit, hogy neki egyedül, mármint hogy testként és elmeként egyedül kell megvilágosodnia, és egyedül kell üldögélnie, és senkihez nem szólhat egy szót se, hogy ne zavarják meg a megvilágosodásában. Ez nem igaz. Az egész univerzum mi vagyunk, nem a testelme vagyunk, és ez nem kell se tapasztal semmi, egyszerűen csak megadni a lehetőséget, nyitottnak lenni arra a lehetőségnek, hogy lehet? Lehet, hogy az egész vagyok? Lehet, hogy minden? A létezés, az élet minden én vagyok? De hát, ha minden én vagyok, és megengedem ezt a lehetőséget, nem hiszek benne, nem kell, semmiben nem kell hinnem, se Katában, se Zióban, semmiben nem kell hinnem. De ha megadom a lehetőséget magamnak, hogy oké, nem hiszek semmiben, de hát, ha így van, mi van, ha tényleg így van? És akkor ebből a kiinduló pontból, mert ez már egy nyitott kiinduló pont, ebből a kiinduló pontból nézem, hogy ülök egyedül, és próbálom megoldani ezt a megvilágosodás nevű dolgot, akkor lehet, hogy rájövök, hogy hát valami nem stimmel ezzel a egyedül ülökkel, hiszen ha az egész én vagyok, tegyük fel, hogy ez lehetséges, akkor az azt kell, hogy jelentse, hogy akkor fordulhatok segítségért valakihez ebben az egészben, hiszen ő is én kell legyek. És akkor, ha fordulok hozzá, és megengedem, hogy rávilágítson valamire, ahogyan rohangálok a saját elmémben belül ide-oda, netán megmutassa, hogy hol az ajtó, akkor mindjárt könnyebb. És akkor mindjárt elengedhetem magam, hogy jaj, de jó, hát nem nekem egyedül kell ezzel foglalkozni. Lehet, hogy megengedhetem magamnak, hogy akár a postás két jó szavától ráébredjek valamire, ahogy a postás mond nekem valamit, és még a postás is tudjon nekem segíteni, mert figyelek és odafigyelek, és nyitott vagyok arra, hogy arra a lehetőségre, hogy ő is én vagyok, és lehet, hogy nem tudom, hogy hogyan, de ő is tudja, hogy nekem mire van most szükségem, és lehet, hogy ezért öntudatlanul, mert ő se tudja, hogy kicsoda, de öntudatlanul tudja, és akkor lehet, hogy tud nekem mondani két jó szót, amitől bennem megszólal a harang, és valamire rájövök magammal kapcsolatban, és nem kell egyedül üldögélnem, és rohangálnom az elmémen belül ide-oda, amoda, tehetetlenül, bezártan, hanem kimentem a világba, és beszéltem a postással. És nem csak a postással beszélhetek gyógyítókkal, terapeutákkal, bárki, orvossal, pszichológussal, bárkivel, bármivel, olvashatok könyveket, bármit csinálhatok, és elmehetek az Zióra is. És az a lényeg, hogy egyáltalán elinduljak, és ne akarjam egyedül megoldani, mert ez az univerzumnak a játéka. Nem az én egyéni, személyes játékom, mert nem a személy világosodik meg, az univerzum világosodik meg. A minden egyes személy, úgymond személyen keresztül felébred a személy álmából, és ráébred az ember létnek a valóságára, a valódi lényegére, a valódi örömére és szeretetére ébred rá. És ehhez nem elég ő egyedül. Ő is kell hozzá, mert ő a főszereplő. Nélküle nem megy. Ha ő nem engedi meg, ha ő leblokkolja, akkor nem megy, mert akkor az univerzum nem tud neki segíteni, az élet nem tud neki segíteni. Noha folyamatosan próbál neki segíteni, de nem megy, mert ő elutasítja, bezárkózik. De ha kinyit, és megy, és nyitott szemmel jár, megengedve, hogy minden lehetséges legyen, és észlelve tudatosan, hogy mi zajlik itt? Mi az, ami van? Akkor lehet, hogy ő az adott most pillanatában bele van kabajodva az elméjébe, de már úgymond kifelé néz belőle ebben a pillanatban, hiszen megadta a lehetőséget arra,
amiben esetleg korábban nem hitt. Semmiben nem kell hinnie, nem kell új hitnek lennie, új meggyőződésnek, új véleményt elfogadni, semmit. Csak elég az a lehetőség, hogy megadom a lehetőséget, hogy valahogy más legyen az igazság, mint ahogy eddig hittem. És akkor be tud jönni a segítség, és meg tud érkezni, az univerzum becsatolódik, és nem egy ember küzd a megvilágosodásával, vagy a szenvedésével, vagy a szeretetre való törekvésével, hanem az egész univerzum küzd az ő jó érzéséért, és az ő szeretett tapasztalatáért, és akkor igen, megjelennek azok az emberek, azok a módszerek, azok a körülmények, lépésről lépésre, mankóról mankóra végig vezetik látszólag ezt az embert az ő látszólagos útján, hogy egyszer csak eljusson odáig, hogy már tényleg nem kell semmi más az ég egyadt a világon, csak a valódi énnyel hogyan tapasztalja. Köszönöm szépen. Ami nagyon csodálatos, szeretném azzal lezárni ezt a beszélgetést, hogy gyakorlatilag minden ez a végtelen teresség, minden ez a végtelen feltétel nélküli szeretet, ami rendkívül csendes és békés. Tehát mindenki ez a béke, az egész világ ebben a békében van, és ennek a felismerése és tudása és élése tényleg értelmetlenné tesz minden olyan dolgot, ami szenvedésben, látszólagos szenvedésben, megtévedésben, eltévedésben tartott minket. Katalin, kiírnánk ide az elérhetőségeit, hogy nézzenek téged, van YouTube csatornád, van weboldalad, válogassanak abban, hogy te vagy-e az a segítő, akit megmernek szólítani, aki felé nyitottsággal tudnak elindulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagy, hogy teljesen tisztán érződik az, amiként te azt az egyetlen igazságot és valóságot tudod már ide nekünk, hogy így mondjam, behozni, bevilágítani, rávilágítani abba a világba, ami még esetleg egy zártabb, és egóból, elméből, személyből működő világ, de a fényed az ezen keresztül már átragyog, és kívánom, hogy sokan találjanak meg téged, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és megmutattad magad így is most mindenkinek. Én is köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.